Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. június 30-án este 7:30-kor. 108 döntés született a veszélyhelyzet alatt, beszámolt a polgármester a megalkotott határozatokról. Lézercsarnokkal bővült a pataművek, folyamatosan fejleszt a gépipari Kft. Még mindig tart a szárazság, még több esőre van szükség a földeken. Összesen 108 döntés született a veszélyhelyzet ideje alatt. A járványügyi védekezés során a képviselő testület sem tartotta meg üléseit, így a polgármester hozhatott döntéseket az aktuális kérdésekben. Az így megalkotott rendeletekről és határozatokról a polgármester részletes tájékoztatást adott. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a képviselők sem ülésezhettek, így az aktuálisan felmerült kérdésekről a polgármesterek hozhattak döntéseket. Ez Kalocsán sem volt másképpen, így a közel két hónapig tartó kényszerszünetben összesen 108 határozat és 2 rendelet született. Minden esetben figyelembe vettem, ahogy említettem, a szükségesség és az arányosság követelményeit. Határozatok egy része járvány elleni védekezést szolgálta, mint például az óvoda bezárás, játszóterek bezárása, kórházak alapítványának támogatása, másrészt helyi vállalkozásokra segítő intézkedések és döntések, bérleti díj mérséklése, elengedése. Veszélyhelyzet alatt is meg kellett hozni olyan döntéseket, amelyek a napi munkavégzéshez és az önkormányzat folyamatos működéséhez szükségesek voltak. Közbeszerzési tervet el kellett fogadni, gazdasági programot el kellett fogadni, folyamatban lévő beruházásokról kellett eljárási döntéseket hozni. Természetesen az önkormányzat támogatásakról szintén folyamatosan kellett dönteni, segélyezések sem állhattak meg, sőt, elég nagy számot mutattak ezen időszak alatt. A polgármester kiemelte, olyan döntések kerültek meghozatalra, melyek nem voltak halaszhatóak, így azonnali intézkedések voltak szükségesek. Ilyen volt többek közt a művelődési központ vezetőjének megnevezése is, aki Tóth Emese lett. A titulust 5 éven keresztül viselheti. Döntöttek továbbá az amerikai angol nyelvi tanár lakhatási támogatásáról, vagyontárgyak értékesítéséről, a szociális központ alapító okiratának módosításáról, az étkezési térítési díjak megállapításáról és a polgárőrség támogatásáról is. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott 108 határozatról, illetve 2 rendeletről részletes beszámoló olvasható a város honlapján a www.kalocsa.hu weboldalon. Egy új, 800 négyzetméteres alapterületű lézercsarnokkal bővült nemrégiben a Fajszi székhelyű Pata József gépipari Kft. Az üzemavatót sajnos a koronavírus miatt nem tudták megtartani, a gyártás azonban azóta már megkezdődött az új épületben. Pont és ívhegesztő robotok, illetve lézervágó és élhajlító is helyet kapott a csarnokban. Készülnek a darabok a ponthegesztőben. Teljesen új technikák kerültek bevezetésre a Fajszi Pata József gépipari Kft.-ben. A cég nemrégiben egy új, úgynevezett lézercsarnokkal bővült, amellyel immár új piacokra is tud gyártani. A közel 800 négyzetméteres üzemcsarnok már elkészült, a munka folyik benne. Ebbe 2 fanuk ponthegesztő robotot telepítettünk, egy ívhegesztő robotot, ami nálunk teljesen új technológiát jelent, illetve vásároltunk egy lézervágógépet, élhajlítógéppel együtt, ami egy teljesen új terület. Nagyon sokat dolgozunk magunknak is, protoalkatrészek gyártásához, illetve ezzel lehetőségünk nyílik az autóiparon kívülre is tekinteni, majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. És még állványos hegesztőket is vásároltunk, úgyhogy ez egy óriási nagy beruházás. Az üzemavató ünnepséget sajnos a koronavírus miatt nem tudták megtartani. A cég a járvány helyzetben hetekre leállt, azonban május 1-től újra dolgoznak a gépek, így az új csarnokban is folyamatos a munka. Még üresen áll ez az épület a cég területén. A Pata József gépipari Kft. Folyamatosan fejleszt, mely filozófiájukat a nehéz helyzetben is megtartották, így jelenleg egy csomagoló csarnokot építenek. Nem tudjuk, hogy mi lesz még a vége, de most is úgy döntöttünk, hogy nem állítjuk le a beruházásainkat, mert közben megint elkezdtünk egy csarnok építést, hiszen jelentős mennyiségű új alkatrészt nyertünk jövőbeni projektekhez, és a csomagoló hely kapacitásunk nem bizonyult elegendőnek, ezért elkezdtünk egy csomagoló csarnok építését,
Igen, de hát ugye ahhoz még más is kell, hogy a dolgok haladjanak előre. A fajszi székhelyű cég pályázott a kormány által a veszélyhelyzet ideje alatt meghirdetett pályázatokra, így bértámogatásban, illetve közel 100 millió forint értékű fejlesztési támogatásban részesültek. Ebből az összegből többek közt tovább bővítik a készülő csomagoló csarnokot is. Vásárolunk egy további Fanuc robotot, valamint ebbe a csomagoló csarnokunkba mindkét oldalra teljes hosszában polcrendszert, és szintén bár évek óta dédelgetett álmunk, hogy egy kompakt, lecsévélő, egyengető adagoló rendszert vásárolunk, ami egy méter feletti acéltekercsek kezelésére is alkalmas. Továbbá tervei köz szerepel egy optikai mérő rendszer munkába állítása is. Az új csarnokok ünnepélyes avatására a tervek szerint jövőre kerülhet sor. Még mindig szükség van az esőre a földeken. A korábbi csapadékos időjárás sem szüntette meg teljesen a szárazságot. Az eddigi adatok alapján több mint 80%-os a víztelítettség, ha a talaj felső 20 cm-es rétegét nézzük. Hetekig folyamatosan, szinte minden nap kisebb-nagyobb mennyiségben esett a környékünkön az eső. A téli és a tavaszi csapadék hiányos időszak viszont olyan hosszú volt, hogy a mostani eső sem elég ahhoz, hogy megszűnjön teljesen a szárazság a földeken. Várható volt, hogy az elmúlt hónapoknak a száraz időjárása után előbb-utóbb meg fog érkezni az eső. Sajnos ez hatalmas nagy intenzitással jött. Medárd óta körülbelül 110-130 mm eső hullott a környékünkön. Nem is az eső mennyiségével volt a probléma, hanem az eloszlásával, illetve az intenzitásával. Ugye volt olyan hely, meg volt olyan rész itt a környékünkön, ahol egy óra alatt 40-60 mm csapadék is lehullott. Növénytermesztés szempontjából egyébként az az ideális, ha óránként egy olyan 5 mm csapadék hull le, ennek van ideje beszivárogni a talajba, és ez az óránként azt jelenti, hogy akár egy ilyen periódus alatt egy 15-20 mm csapadék is lehull, igazság szerint ez az ideális. Ahol nem egyenletes a terület, ott a nagy eső után eróziót okozhat a víz. Láttunk olyan fényképeket a gazdatársainktól, ahol például kimosta a kis növényeket, tehát a gyökerük szinte fenn volt. A talajvizsgálat során az áprilisi-májusi adatokra hivatkozva el lehetett mondani, hogy akkor 30%-os volt a csapadék feltöltöttség. Ez a mostani csapadék, ez a 100-110-130 mm csapadék hatására, ez a szám, ez 85-88% volt, hogyha a felső 20 cm-es rétegét nézzük a talajoknak. Tehát ez az intenzitású csapadék se töltötte fel teljesen a talajokat, ez bizonyítja azt, hogy mekkora szárazság volt korábban. A korai betakarítás időpontját is befolyásolja az eső. Majd meglátjuk, hogy milyen időjárás fog még majd ezután jönni, de az biztos, hogy a növények betakarításának a szempontjából ez azért befolyásolta a munkálatokat, ugyanis általában június 20-a után szokták megkezdeni az őszi árpának a betakarítását. Ebben az időszakban június 20-a környékén rendkívül át voltak ázva a talajok. Itt Kalocsa környékén természetesen most erről a vidékről beszélünk, tehát nem lehetett megkezdeni a betakarításokat, ezek mindenféleképpen későbbre fognak tolódni. Minden esetre a sajtóban, újságokban azt lehet olvasni, hogy pár nappal ezelőtt a Bácskában, ott a déli részeken, ahol gondolom, hogy kevesebb csapadék volt, ott megkezdték az őszi árpának az aratását. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ez a nap, munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára, így a házi orvosok és a kórház dolgozói sem fogadják szerdán a betegeket. Természetesen az ügyelet biztosított. A sürgősségi ellátás ezen a napon is folyamatos lesz. 1992. márciusában fogadta el az országgyűlés, hogy július 1-e legyen az egészségügyben dolgozók emléknapja. Majd 2010. novemberében módosították ezt a törvényt, így 2011. július 1-én már munkaszüneti nappá vált a Semmelweis nap. 1818-ban ugyanis ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként is szoktak emlegetni. A gyermekágyi láz okának felfedezőjét tisztelhetjük benne, hiszen rájött, hogy maguk az orvosok terjesztik a fertőzést. A klórmész oldatos kézfertőtlenítés alkalmazását javasolta, azonban a korabeli orvostársadalom igen nehezen fogadta el az újítást. Halála után derült csak ki a felfedezés hasznossága. A Kalocsai Szent Kereszt Kórház Semmelweis napi ünnepségét július 2-án tartják majd.
Ilyenkor adnak át díjakat is az arra érdemes egészségügyi dolgozóknak. A patikák ügyeleti vagy készenléti rend alapján biztosítják a folyamatos gyógyszerellátást a Magyar Egészségügy napján. Július 1-e a közszolgálati tisztségviselők napja is. A kalocsai polgármesteri hivatalban ezért szerdán szünetel az ügyfélfogadás. Az ügyintézés csütörtöktől a jól megszokott rendszerén működik majd. Elkezdődött a számítógépes tervezése Öreg Csertő címerének. Olyan tervezetet szeretnének, amit az ott élők és az engedélyeztetési eljárásban dolgozók egyaránt elfogadnak. Régóta érett már ez a gondolat a településen. Történt is kísérlet a megvalósításra évekkel ezelőtt. Én 1998 óta vagyok polgármester, előtte miért nem volt, azt nem tudom. Utána sokszor gondolkodtunk rajta, hogy kellene már címer, de mindig elmaradt. Valahogy ez olyan volt ez a címer, mint a harmadik gyerek. Egyszer egy időben elkezdtük, ha jól emlékszem, akkor 2006 körül a Bors tanár úr, akkor még nálunk volt általános iskola, a Bors tanár úr elkezdte egy címer rajzolását, amit elküldtünk engedélyeztetni, de ott az engedélyeztetés nem sikerült. Ha minden a tervek szerint halad, következő évben lehet címere Öreg Csertőnek. A tavalyi évben már testülettel megbeszéltük, hogy egy címert mindenféleképpen valamilyen úton, módon most már végigvisszük, és a választások után is abban maradtunk, hogy a címert megpróbáljuk még az idei évben megoldani. Persze a koronavírus helyzete való tekintettel ez is egy kicsit elmaradt, de bízok benne, hogy ha év végéig, nem is, de jövő év közepéig biztos vagyok benne, hogy sikerül is, engedélyeztetünk is sikerül. Öreg Csertővel kapcsolatos utalások a 13. századból maradtak fenn. A falu elnevezése az egykori tulajdonos személy nevéből eredhet. A kihagyatottan az leginkább a mezőgazdaság, tehát mindenféleképpen valamilyen mezőgazdasági növény volna benne valószínűleg, hogy buza, kalász, így fogalmazok. Meg talán azt mondanám, hogy mivel Csertő vitézről nevezték el, azt is beleraknánk, de pont először, mikor volt egy ilyen kezdeményezésünk, amit említettem 2005-2006-ban, akkor éppen itt a vitézzel voltak problémák itt az engedélyeztetés során. Úgyhogy még egyelőre nagyon képlékeny ez a dolog, de bízok benne, hogy tényleg jövő év közepére talán sikerül megoldanunk. Így a járás azon települései közé tartozhatna Öreg Csertő, ahol már évek óta van címer. Június 27-én szombaton egy baráti alapon szerveződő, 4 éves hagyományokkal rendelkező szenior focikupát rendeztek a Molnár Ferenc Sport és Szabadidő Központ műfüves pályáján. A Vándor Sellegért 4 csapat szállt harcba. A szenior focikupa ötlete 4 évvel ezelőtt fogalmazódott meg egy kalocsai és egy kozármislenyi baráti, sportbaráti kapcsolat által. Volt ott egy barátom, és akkor neki is volt egy csapata, akkor először kitaláltuk, hogy játszunk egymással, és akkor így bővült a létszám. Most jelen pillanatban 4 vagyunk. Kozármisleny, Dunaszerdahely, egy tolnai csapat, meg a Kalocsa, tehát ez a 4-es. És olyan körmérkőzéseket játszunk, van egy kupánk, amit ma valaki el fog vinni, de nem a Kalocsa, azt már látom. Igazából ennyi a rövid története neki. Az együttesek összetétele nagyon vegyes, baráti alapon szerveződő formációkról van szó, ahol a játékos társak jól ismerik egymást. A Kalocsai Egység tagjai például Kertváros néven a városi bajnokságban is együtt rúgják a bőrt. Valamilyen labdaérzéke mindenkinek van. Baráti társakba válogattuk össze azért a csapaton belül az egyéneket, tehát valami gömbézeke mindenkinek van, és illetőleg mindenki a saját városába, illetve falujába játszott valamilyen bajnokságba. Az eredeti elképzelés szerint igazi örömfociról szóltak volna a mérkőzések, azonban a pályára lépve mindenkiben felébredt a sportember és a győzni akarás, hiszen mégiscsak egy kupa megszerzéséről van szó, amit egyébként 3 győzelem után tudhat magáénak egy csapat. Vége a mérkőzéseknek, utána van egy hangulatos vacsora. Mai terv például, ugye, itt alszanak a csapatok, megyünk ki Szelídre, egy kis banzáj lesz ott is, úgyhogy nagyon jó hangulatba telik. Tavaly is reggel 5 óráig tartott, tehát lehet, hogy ma se lesz rövidebb, úgyhogy jól érzik maguk, szeretnek jönni Kalocsára, mi is szeretünk menni hozzájuk, tehát hangulatos, jó. A győztesnek járó serleget ezúttal a Dunaszerdahely együttese emelhette a magasba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!